Tegnap este, miután elkészült a 645. adás, nagyon becsületesen végignéztem az összes videót, ami a YouTube csatornán található. Összesen 710 videó van. Szerintem ez nagyon sok. 2017 tavaszán kezdtem el ezeket az adásokat, anyagokat feltölteni az internetre, bár ugye már korábban is eme közegben dolgoztam. Most vissza kellene egy picit pörgetni az időt, hogy körülbelül mikortól kezdtem el az interneten is megnyilvánulni, hiszen annak idején, amikor újságíró és televíziós voltam, akkor még nem igazán használtuk az internetet arra, hogy ott is megjelenítsük az alkotásainkat, hiszen amikor én kezdtem az újságírást és a televíziózást, akkor még nem is igazán volt internet. Hát a 90-es évek közepén biztosan nem. Úgyhogy ez igazából az ezredforduló után vált talán aktívabbá ez a fajta munka, de lehet, hogy inkább a 2010-es évtől. Igen, úgy emlékszem. A magazint 2009-ben hoztam létre, úgyhogy körülbelül azóta töltögettem fel a cikkeimet, a saját írásaimat, gondolataimat, és 2017-től pedig a hanganyagokat. Tehát a magazin 12 éve működik, az előadások pedig most már majdnem 5 éve, 4,5 éve körülbelül. És igen, ez a fajta változás azt hívta életre, hogy meg kellett tanulni az interneten is működni. Ez egy teljesen másfajta műfaj, hiszen, ahogyan mondtam, annak idején, amikor televíziókban, szerkesztőségekben, stúdiókban dolgoztunk, akkor az internetet általában csak arra használtuk, hogy különféle ismereteket gyűjtsünk. Az adásokat általában kazettákra, DVD-kre archiváltuk, és így is maradtak meg. Tehát vannak olyan televíziós műsorok, igen, amelyek még mondjuk VHS kazettákon vannak. Hát ez már tényleg az őskor valamilyen szempontból. És DVD-kem például a megyei levéltárban. Hát igen, nem ma kezdtük ezt a pályát, én 1994-ben, hiszen akkor jelent meg az első interjúm, cikkem, és én akkor még hagyományos írógéppel írtam, és így vittem el a szerkesztőségbe a kis cikkemet, vagy a cikkeket, aztán ugye leközölték a lapban, hála a jó égnek ezek a lapok, újságok megvannak, tehát eltettem őket, úgyhogy megvan az első interjúm is, amit gimnazista koromban készítettem először. Tehát, ahogy mondtam, mi nem dolgoztunk az interneten, tehát nem töltöttük fel ezeket a műsorokat, adásokat és a cikkeket sem. Aztán ugye én 2009-től elkezdtem dolgozni a saját programomban, és utána szerencsére nagyon sok mindent be tudtam szkennelni, és fel tudtam ezeket az ereklyéket úgymond tölteni az internetre. Egyik nap láttam egy olyan cikket, ami arról szól, hogy milyen sokan használják már ezt a közeget, hogy mennyi felhasználó van, és hogy például milyen sok weblap, hát rengeteg. Ezeknek a száma nyilván megszaporodott az elmúlt években, de ahogyan mondtam, én körülbelül olyan jó 10 éve használom ezt a felületet is. A YouTube csatornát pedig 4. vagy 5. esztendeje, és hát ugye nagyon sok mindenre kell odafigyelni. Emellett ugye vannak honlapok, van 6 honlapom, és a Facebookon is dolgozom, több csoportban. Hát nagyon sok felületet kell követni. Hát sokszor nem is győzöm, sőt vannak olyan felületek, amelyeket megszüntettem, mert azt mondtam, hogy azért ennyi mindent nyomon követni, hát talán már lehetetlen, és ahogyan mondtam, igen, meg kellett tanulni az interneten is dolgozni. Ez egy teljesen másfajta világ, mert itt ugye nem mindig van közvetlenül visszajelzés, illetve van, de nem személyesen, hanem az online térben. Egyébként, amikor elkezdtem televíziózni, és különféle gyakorlatokra jártam, 1996-tól, akkor már leírtam azt, hogy később az online térben fogunk dolgozni, pedig 96-ban szerintem ezt még annyira nem lehetett sejteni, de én valahogyan megéreztem. Nagyon érdekes, leírtam már az első műsorom címét is, illetve talán azt is, hogy később majd nekem egy önálló magazint kell működtetnem. Az első önálló műsoromat 2002-ben hoztam létre, tehát 6 évvel később, vagyis 6 évvel már korábban leírtam azt, hogy én milyen televíziós műsort vagy műsorokat szeretnék működtetni, és azt is leírtam, hogy az online tér, ez a felület nagyon aktívvá és sűrűvé válik, hiszen tudjuk azt, hogy milyen sok felhasználó van, rengeteg. Annak idején nagyon sok hirdetést is készítettem, nagyon-nagyon sok emberrel kommunikáltam, ma már sokkal kevesebbel, hiszen eme területen, vagy mondjuk úgy, hogy éterben is, sajnos nagyon sok negatív energia gyűrűződik, amelyeket ki kell szűrni. Nekem nagyon hosszú tiltó listám van, mert mindig voltak olyanok, akik belekötöttek akár egy ártatlan hirdetésbe is, pedig én aztán tényleg olyan vagyok, hogy nagyon pontosan mindent kiírok, de van úgy, hogyha az ember hatalmas piros betűkkel kiír mondjuk egy információt a legelső sorban, akkor se veszik észre, és privát üzenetekben kérdezgetnek, és például olyan információra kérdeznek rá, nem túl szépen, ami, ahogyan mondtam, a legelső sorban van feltüntetve. Hát sajnos, igen, ahogyan mondtam, nagyon sok negatív elemmel működő lény is működik az interneten. Hát én azt látom, hogy nagyon sokan szellemileg igénytelenek, rengeteg ember nem tud például helyesen írni, fogalmazni, hát egyszerűen őrület. Én nem is gondoltam volna, hogy ilyen hatalmas nagy szellemi igénytelenség van, de igazából ezt valamilyen szempontból szerintem lehetett sejteni. Én nagyon-nagyon sok emberrel már nem állok szóba, mert annak idején még próbálkoztam, de aztán rájöttem arra, hogy nem szabad leragadni, főleg nem olyanokkal kapcsolatban, akik fele annyit sem tettek meg a fejlődés érdekében, mint mondjuk én, vagy az a program, amit ugye 12 éve működtetek. Írtam 1000 cikket, végeztem több száz elemzést, 20 éve tanulok folyamatosan, és van 645 előadás, rengeteget dolgozom, nagyon-nagyon sokat tanulok azért, hogy ezeket a munkákat létrehozzam. Nem mellesleg ugye mindent én készítek, a fotókat, a fejléceket, a felvételeket, a vágásokat, tehát mondhatom azt, igen, hogy 14 éves korom óta, vagyis most már majdnem 28. esztendeje, folyamatosan azért képzem saját magam, hogy ilyen alkotásokat tudjak létrehozni, És ahogyan mondtam, vannak olyanok, akik nemhogy fele ennyit, de szerintem még tized ennyit sem tettek azért, hogy fejlesszék saját magukat szellemileg, bár tudom azt, hogy látszatra nagyon sokan és sokat tesznek azért, hogy kívül minden csillivilli legyen, de belül sokszor nagyon üres tartalmakkal találkozom. Szóval számomra megdöbbentő ama ténnyel szembesülni, hogy milyen igénytelenség van szellemileg a mai világban. Nagyon nem szeretem ezt a korszakot, 10 éve nem szeretem. Én sokkal jobban szerettem például a 80-as és a 90-es években élni, mert akkor még volt igazi érték, rend és morál, ami mára teljesen eltűnt. Ugyanakkor szerencsére fedezek fel csodálatos alkotásokat is az interneten, hála a jó égnek. Én ugye magyar filmes kutató és gyűjtő vagyok, valamint szakíró, hiszen a diploma munkámat is eme terület kapcsán írtam, és szerencsére nagyon sok hazai alkotással találkozom a világhálón. Ugyanakkor körülbelül 40 csoportban dolgozom évek óta. Annak idején nyomon tudtam követni a statisztikai adatokat, hogy milyen országokból követnek. Sajnos most már nem, mert a Facebook állandóan változtat a különböző felületeken. Hát alig győzöm ugye ezt is nyomon követni, állandóan valamin változtatnak, és vannak olyan menüpontok vagy opciók, amelyek eltűnnek, amelyeket évekig használtam, és nem tudom megnézni például most azokat az adatokat, amelyek arról szólnak, hogy milyen országokból követnek, és persze nagyon sok minden más is megváltozott, folyamatosan jelen van ez a jelenség, és igazodni kell állandóan, hogyha az ember ugye szeretne működni az interneten, akkor hát kénytelenek vagyunk mindig eme változásokkal működni, együttműködni, mert különben nem tudnám ezt a programot ugye életben tartani. Emellett ugye, ahogyan mondtam, van 6 honlapom, és azokat is mindig úgymond frissen kell tartani azért, hogy ne szüntessék meg. Vannak e-mail címek, nem fogom az összeset elmondani, hogy melyek ezek, sőt, most már le is vettük az e-mail címeket mindenhonnan, mert állandóan zaklatnak. Tehát állandóan van valaki, aki megkeres, és különféle találkozásokat akar belőlem kikényszeríteni, úgyhogy én már nem jelentettem meg az e-mail címeket is, mert én nyugodtan szeretnék dolgozni, és azt szeretném, hogyha békén hagynának, és nem irogatnának állandóan, és igazából most már ezeket a megkereséseket én nem is veszem, tehát nagyon régóta nem olvasom el ezeket a leveleket, mert sajnos azt vettem észre, amit mondtam, hogy nagyon sok rossz indulatú lény van jelen a Földön, nagyon sok akarnok, ugye erről már korábban beszéltem, és hát a Facebookon pedig rengeteg negatív elem van, nagyon sok rossz indulatú hozzászólás érkezett például annak idején. Mindig vannak olyanok, akik belekötnek az emberbe, pedig nem értem, hogy miért, amikor én teljesen ingyenesen adom át ezeket az előadásokat, és ahogyan mondtam, én tényleg 20 éve azért tanulok, hogy ilyen műsorokat, alkotásokat hozzak létre a saját költségemen, és még így is belekötnek az emberbe. Sokszor azt érzem, hogy nem érdemes néhány léleknek jót adni, hát az is lehet, hogy semmit. Én azért dolgozom, mert ez a feladatom, és persze vannak olyanok, akik nagyon csodálatosak, akikkel konzultáltam, de nagyon sok irítséget is vélek felfedezni. Hát főleg a nők ilyenek, igen. Nekem az a tapasztalatom, hogy a nők iszonyatosan irigyek a nőkre. Hát a férfiakat pedig úgymond nagyon sok esetben le kell rázni, mert ők viszont nagyon zaklatóak. Hát voltak olyanok, akik évekig zaklatták a különböző felületeket, és hát nem győztem őket ugye letiltani. Ugyan nem értem, hogy miért, mert ez a program nem társkeresésről szól, és egyáltalán nem egy olyan felületet működtetek, ami ezt képezné. Úgyhogy igen, nagyon hosszú a tiltólista, a levelező rendszerekben is, és mindenhol. Hát ez egy ilyen tér, egy ilyen terület. Én nem mondom azt, hogy személyesen nem voltak olyanok annak idején, akik megkerestek, de voltak sokan. De hát ezt szépen elmagyaráztam nekik, hogy én nem szeretnék semmilyen kapcsolatot, és búcsúzzunk el egymástól. És egy idő után ezt megértették, és arrébb álltak. Viszont az internet egy olyan felület, hogy mondjuk hiába tiltok le valakitől 10 címet, regisztrál egy 11-et, és ez így megy mondjuk évek óta. Szóval borzalmas, hogy milyen emberek vannak, és milyen attitűdök. Hát én elég kitartó vagyok, és folyamatosan alkalmazom különféle szűrőket, mert igen, tehát szerintem ez a legfontosabb, amit most kimondtam, hogy nagyon-nagyon sok szűrővel kell élni. De igazából azzal kapcsolatban is, hogy az ember mit néz meg az interneten, hiszen minden előttünk van. Hát annak idején, amikor például csak televízió volt, és mondjuk csak 2 csatorna, hát mondjuk nem kellett szűrőt alkalmazni, mert akkor csodálatos, értékes műsorokat közvetítettek. Én 10 éve nem nézek televíziót, tehát szerencsére nekem ezzel már nincs ilyen gondom. Viszont az interneten mondhatnám úgy is, hogy éjjel-nappal dolgozom, 10 éve, körülbelül, vagy 12 éve, és egyre több ilyen szűrőt kell alkalmazni, mert egyre több reklám van, rengeteg spam, rengeteg promóció, és hát vannak olyanok, akik élő egyenesben próbálnak ugyanilyen zaklató módon fellépni, és ahogyan mondtam, igen, nagyon meg kell szűrni azt, hogy az ember mit néz meg. Hát ugye én a YouTube-ot is elég rendszeresen használom, hiszen ide is töltöm fel az előadásokat. Na most szerencsére azért nem találkozom itt annyi celebbel, mivel ahogyan mondtam, ezeket a tartalmakat is szűröm, és én csak magyar filmeket vagyok hajlandó megnézni, régi magyar filmeket, nem maiakat, nem a mai celebeket nézegetem. Tehát hát azt mondanám, hogy a 90-es évekig bezárólag érdekel a magyar filmművészet, de inkább mondjuk a 80-as évekig. Aztán utána már, igen, hát mondhatjuk azt, hogy egyre több olyan alkotás készült, amelyek nem az én világomat képzik, nem minősítek. Az a lényeg, hogy én nem szeretem a mai celeb világot, és azt, ahogyan a mai emberek, vagy művészek, vagy alkotók működnek. Szerintem nagyon sokan eladták magukat, tehát szűrővel kell élni folyamatosan, és közben pedig nagyon aktívan kell dolgozni. Azt kell tudni, hogy egy-egy adás elkészüléséhez minimum egy nap kell, vagy hát igen, egy teljes nap. A felvételek általában gyorsabban elkészülnek, viszont a vágás egy hosszabb folyamat, több órát igényel, és a feltöltés, a megosztás, a szövegek megírása, szóval egy-egy ilyen műsor elkészítése sok időt és energiát vesz igénybe, de én nagyon-nagyon szeretem ezeket készíteni, főleg akkor, hogyha békén hagynak, de szerencsére most nem olyan aktívak az emberek, ahogyan látom, meg hát ugye el vannak foglalva egy bizonyos jelenséggel, amivel én igazából nem foglalkozom. Tehát ez is egyfajta tudatszint kérdése, amit mondtam, hogy ki mit vesz észre a mai világból, vagy hogy ki mihez adja oda saját magát. Én nem. Én alkotok, és az elmúlt 1 év alatt plusz 250 felvétel született, ami szerintem nagyon sok 1 év alatt. Tehát én nagyon aktívan működöm, nagyon álhatatosan, nagyon hűségesen, és remélem, hogy ez így is marad. Tehát sok munka van egy-egy ilyen felvétel elkészítése kapcsán, ugyanakkor rengeteg mindent kell figyelni. Amikor ugye feltöltöm ezeket az adásokat, akkor különféle ellenőrzéseken mennek keresztül. De ugyanígy van ez a honlapokkal kapcsolatban is, amelyeket nekem folyamatosan ellenőrizni kell, illetve nem csak én ellenőrzöm őket, hanem van egy országos szerkesztői csapat, akikkel néha kommunikálni kell, hogyha van valami gond, és hát itt is nagyon-nagyon sok mindent figyelembe kell venni. Minden honlapot én szerkesztek, és a különféle csatornákat is ugye én működtetem, meg a felületeket, és hát ugye ott vannak a csoportok, amelyeknél mindenhol van egy-egy admin, és hát velük is valamilyen szempontból úgymond meg kellett ismerkedni azért, hogy ezeket az adásokat befogadják. Évek óta szinte minden nap küldök egy-egy előadást eme csoportokba, azért, hogy több emberhez eljussanak ezek a gondolatok. És hát nyilván ott is ellenőrzik őket, és ha olyan, akkor nem engedik át, bár az én előadásaimat általában mindig átengedik, mert tudják azt, hogy mivel foglalkozom, és hát azt gondolom, hogy valamilyen szempontból már megbíznak bennem, hiszen 2014 óta, vagy 2014 óta, igen, küldöm folyamatosan minden nap a cikkeket, az előadásokat, az interjúkat, a fotókat, az idézeteket, elemzéseket, kutatási anyagokat, és ahogyan mondtam, ezekért a megosztásokért én semmit nem kérek cserébe. Tehát én egy olyan végtelen mennyiségű tartalmat adtam már át. Azt is mondhatnám, hogy teljesen önzetlenül, mert ez így van, ami szerintem hát egy nagyon nagy mennyiség, és én tényleg próbálok nagyon alázatosan működni, dolgozni. Annyit kérek csak cserébe, hogy hagyjanak engem békén. Hogy ne zaklassanak, és hogy hadd végezzem a munkámat. Én nem vagyok kíváncsi semmilyen úgymond álságos, manipulatív megkeresésre. Egyre szigorúbb vagyok, és egyre több ilyen tiltási akciót végzek, de ugyanakkor a reklámokkal is ugyanígy vagyok, tehát folyamatosan tiltom le ezeket a promóciókat, mert nem vagyok rájuk kíváncsi. Ahogyan mondtam, én dolgozni szeretnék, és dolgozom is nagyon keményen, hiszen ilyen sok mindent létrehozni ilyen rövid idő alatt. Mondhatnám azt, hogy azért ez valamilyen szempontból szerintem kuriózumnak számít. Az egyik barátnőm szerint ez már jóval túlmutat mindenféle rekordon, de nekem nem ez a célom. Tehát én egyáltalán nem ezért dolgozom, hanem azért, mert ilyen sok gondolatom van. És ez mind az én önvalomban tárolódik, vagy tárolódott. Tehát igazából én azt szeretném ezzel megmutatni, hogy az emberben milyen sok szellemi kincs van, mekkora gazdagság, és hogy ezt kellene nézni, nem azt, hogy anyagilag mi vesz körbe. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy ők úgymond csórók, mivel hogy anyagilag nekik nincs semmiük, de nem néznek bele saját magukba, hogy mennyi tétel, mennyi szellemi kincs rejtőzik az önvalójukban, hogy sokkal több mindenre képesek. Hát mondhatnám azt, hogy valamilyen szempontból én ezt megmutattam, mert azért azt is gondolom, hogy ezzel a ténnyel nem vagyok egyedül. Nagyon sok olyan ember van, aki sokkal több mindenre lenne képes, és az elemzések kapcsán általában ezt meg is szoktam mutatni, és nagyon sokan elindultak már egy másik fajta úton, akár az előadások által, tehát nem kell velem azért személyesen találkozni, sőt, hogy energiát adjak, hogy hitet adjak, hogy az ember elkezdjen gondolkodni és fejlődni. Ezek az adások azért vannak, hogy szolgáljanak, De nem én vagyok fontos, hanem ez a munka. És igen, tehát én mindenképpen így szeretnék továbbra is dolgozni. Egyre jobban háttérbe akarom saját magamat szorítani. Hát most már igazából fotók sem nagyon jelennek meg rólam, mert nem tartom fontosnak, tehát egyáltalán nem. Vannak olyanok, akik minden nap megjelentetnek saját magukról nem is egy, hanem több fotót. Nekem ezek az emberek már egyáltalán nem tetszenek, vagy mondjuk úgy, hogy ez a szemlélet nem tetszik, tehát én ilyen emberekkel nem foglalkozom. Nem szeretem azokat, akik ilyen önfényezők, önmutogatók. Szerintem erre nincs szükség. Nagyon-nagyon sok ilyen alkotóval találkozom, egyre több vlogoló van, ezt sem értem. Szerintem nem kell mindenkinek saját magára irányítani a kamerát, mert sajnos nem mindenki képvisel egy olyan színvonalat egyrészt, másrészt pedig nem mindenkinek van olyan kisugárzása és megjelenése, vagy nem mindenki szolgálattal van jelen, amire ugye ma nagyon nagy szükség lenne. Én nagyon sok esetben csak önmutogatást látok. Hogy ő a fontos, hogy saját magát akarja megmutatni, ismertté tenni, hogy az ő arca legyen állandóan az interneten, vagy bárhol. Szerintem ez nem fontos. Annak idején még lehet, hogy 4-5 évvel ezelőtt én is így dolgoztam, de megbántam. Megmondom őszintén, hogy megbántam, de most már nem tudom ezeket az adásokat megváltoztatni. Hát lehet, hogy a fejléceket le tudnám cserélni, de az egyrészt nagyon nagy munka lenne, másrészt pedig talán így is lehet látni azt, hogy milyen fejlődési folyamaton mentem végig, és hogy egyre jobban pakoltam le, úgymond ezeket a dolgokat, ügyeket. Azt nem mondom, hogy az egómat, mert akkor lehet, hogy most sokan azt mondanák, hogy jaj, mennyire beképzelt, hogy azt mondja, hogy lepakolta az egóját. Pedig nagyon erősen törekszem rá. Lehet, hogy még nem sikerült 100%-osan, de igen, szeretném saját magamat valamilyen szempontból háttérbe szorítani, és azt szeretném, hogy csak az előadások éljenek, és szeretnék most már dokumentumfilmeket is forgatni, hogy megmutassam azt, hogy nekem igazából ez a szakmám, de nem azért, hanem azért, mert rengeteg témám és ötletem van, és szerintem nagyon sokan várnak rám. Nagyon sok olyan ember van, akikkel senki nem foglalkozik, mivel, amit mondtam, a hatalmas celeb világban, kirakat világban élünk, és csak azokat istenítik, hát akik nagyon erősen nyomulnak, ugye? Éljünk ilyen mai fura szóval. Én olyan embereket, jelenségeket szeretnék megmutatni, akikkel senki nem foglalkozik, és szeretném azt megmutatni, hogy bennük mennyi alázat van, és hogy szerintem az alázat sokkal fontosabb, mint az, hogy ma különféle emberek agyon sztárolják saját magukat, mert én azt vettem észre, hogy általában ezt ők teszik. Saját magukkal kapcsolatban lehet, hogy a média is felfújja őket, elég keményen szerintem. Tehát én sokszor nem látok olyan tehetséget és tartalmat bizonyos emberek mögött, mint amennyire sztárolják őket. Na mindegy. Egyébként ezek az emberek mondhatnának nemet is. Ezekre a felkérésekre, de egyébként ezeket sokszor saját maguk generálják, tehát saját maguk ajánkoznak fel bizonyos műsorokba. Hát tudom, 20 évig televíziókban dolgoztam, szerkesztőségekben, tehát pontosan tudom, hogy ez hogyan működik, pedig akkor még ez a sztárkultusz és celebvilág egyáltalán nem volt ilyen erős, sőt, hát nem igazán. Ez mára csúcsosodott ki, sajnos. Tehát én ezeket az embereket egyáltalán nem követem, már nem érdekelnek, meguntam őket, megmondom őszintén. És ahogyan mondtam, én nem látok mögöttük olyan fantasztikus, hatalmas dolgokat, mint amennyire ezt előtérbe teszik, és igen, sok esetben felajánkoznak, és mondhatnának nemet is különféle felkérésekre, hogy nem mindig ők legyenek a televízióban, az újságokban, de nem mondanak nemet, hát miért is mondanának, ugye? Hát miért is pakolnák le az egójukat, miért is vonulnának vissza? Nem teszik meg. Hát ez van. A mai színészeken én ezt nagyon erősen látom, tisztelet a kivételnek, nem tudom, hogy van-e kivétel, de én nagyon nem szeretem azt, ahogy ma nagyon sokan működnek eme területen, és ahogyan mondtam, én már egyáltalán nem figyelem az ő tevékenységüket, mert engem ez a ripacskodás, és az, ahogyan kiteszik magukat az ablakba, nem érdekel. Úgyhogy én így szeretnék továbbra is dolgozni, és olyan tételekkel foglalkozni, amelyek fontosak, amelyek nem az önmutogatásról szólnak, hanem az egyetemes rend gondolatairól és megnyilvánulásairól, ha lehet ilyen fenkölten fogalmazni. Tehát tegnap végignéztem az összes előadást, amit feltöltöttem az elmúlt 4,5 év alatt az internetre, illetve most már egy picit több, mint 4,5 év, vagy körülbelül annyi, igen, 4,5 éve. És most van 710 videó a MÉDA RB csatornáján. Na most azért ezeket átnézni nem kis feladat, és ugye én úgy állítom be mindig a megjelenést, hogy nem engedem meg a hozzászólásokat, illetve az értékelés sem jelenik meg. Tehát nem lehet látni azt, hogy hányan tetszikeltek egy bizonyos adást, tehát ugye az úgymond lájkokat és diszlájkokat nem lehet látni, mert szerintem teljesen értelmetlen. Egyébként szerintem az is értelmetlen, hogy kiírják azt, hogy hány megtekintése van egy videónak. Minek? Tehát nem az a lényeg, hogy hányan tekintik meg. Tehát nem ezért kell dolgozni, hanem a szolgálat íze miatt. Azt nem tudom letiltani, viszont azt vettem észre, hogy nem a tényleges megtekintési számot mutatja például a YouTube. Nagyon sokszor leellenőriztem már ezt, és nagyon furcsa, mert a kinti statisztika alapján, amit lehet látni, tehát ami nyilvános, nekem sokkal kevesebb a megtekintési számom, mint hogyha ugye belépek a rendszerembe, és megnézem az ottani adatokat. Ez nagyon érdekes, nem tudom, hogy ez miért van, de sokszor észrevettem már azt, hogy mondjuk feltöltök egy videót, és akkor pár órán belül mondjuk van 70 megtekintése egy anyagnak. Na most ez a 70 megtekintés, hát ezt írja, hogy mondjuk 70-en megtekintették, ez megvan, hiszen hát ha már 70-en megnézték, az nyilván az egy adott szám. Na most van olyan, hogy mondjuk másnap fölkelek, és akkor ugye rámegyek a csatornára, és ugyanannak a videónak mondjuk 20 megtekintése van. Tehát 70-ről hogyan tud valami lecsökkenni 20-ra? Hát visszavonni nem lehet a megtekintéseket. Tehát teljesen össze-vissza mutatja ezeket a számokat. Ha belépek a rendszerbe, ott is más számokat mutat sok esetben. De ha például lecserélem mondjuk a profilfotót, vagy egy fejlécet, akkor napokon belül jelenik csak meg az új. Nem rögtön. Tehát én azt vettem észre, hogy a megtekintési adatokkal kapcsolatban is ugyanez van. Hogy el kell telnie néhány napnak, hogy a valós adatokat mutassa, plusz mondjuk ugye van egy összesített szám, nekem most itt azt írja, hogy összesen 71.230 megtekintése van a videóknak. De ha most mondjuk egy videót, vagy több videót elkezdünk nézegetni, és mondjuk néhány órán belül csinálunk mondjuk plusz 100 megtekintést, vagy mások, akik ugye megtekintik ezeket az anyagokat, akkor nem fogja hozzáadni az összesített megtekintési számhoz rögtön, az is lehet, hogy csak néhány hét múlva. Hát már ilyet is észrevettem. Szóval szerintem teljesen felesleges ezt figyelni, nem ez a lényeg. Engem nem érdekel az, amit mondtam, hogy hányan tekintik meg ezeket az anyagokat, mert az én munkám nem függ ettől. Ugye nagyon sokan úgy dolgoznak, hogy nagyon számít nekik az, hogy hányan iratkoznak föl, és hogy hány megtekintésük van. Nálam ez nem számít, mert ahogyan mondtam, én nem ez alapján működöm, és én nem kapok azért semmit, hogy plusz, nem tudom én, van 100 megtekintésem, vagy bármi. Én, ahogyan mondtam, ezzel igazából nem foglalkozom, és soha senkit nem kértem meg, egyetlen egy videón kapcsán sem, pedig van 710, hogy iratkozzanak fel, és hogy nyomják meg azt a bizonyos csengőt. Én nagyon nem szeretem azt, hogy sokan így dolgoznak, mert ebből azt érzem ki, hogy ők csak azért készítenek bizonyos tartalmakat, hogy nekik dőljön a lóvé, ugye? Meg hogy legyen profit, hogy egyre népszerűbbek legyenek, tehát önös érdekekből működnek nagyon sokan, ez az, amit mondtam. Hogy állandóan szerepelnek, ha kell, hanem mindig ott van az arcuk minden egyes fotón, minden videón, állandóan beletolják a képüket mindenhova, bárhova, és állandóan arra buzdítják az embereket, a nézőket, hogy te iratkozz fel, de még el sem kezdődött a videó, de már oda nyomja, de már mondja, de már könyörög, és fejen áll, és mindent megtesz azért, hogy te nyomd meg azt a bizonyos csengőt, és iratkozz föl, és kövesd, és lájkold, és nem tudom, mit csinálj vele, vidd el moziba 6-szor, mert enélkül bizonyos emberek nem tudnak létezni. Hát ugye ilyen régen nem volt. Amikor mi televíziókban dolgoztunk, nem kellett könyörögni azért, hogy megnézzék ezeket a műsorokat. Persze lehet, hogy számított az, hogy milyen a nézettség, de én soha nem dolgoztam azért, hogy egyre több nézőm legyen. Én azért dolgoztam, hogy értékes műsorokat, gondolatokat adjak, hogy bemutassam az értékes, csodálatos emberi lelkeket, hogy igazi művészeti életet éljünk. Ne ripacsokból álljon ez a terület, ne celebekből, hanem értéket közvetítsünk. Számomra ez a legfontosabb, és hát ugye itt van előttem az, hogy a Damai Békés magazin és program a béke és a tiszta élet jegyében működik, ezt minden egyes előadás alá odaírom. Ezért működik ez az egész program 12 éve. Hát a mai világban így működni, amikor az emberek többsége tényleg csak a profitért van jelen, és azért, hogy minél több mindent bekebelezzen saját magával, hát nem könnyű, viszont nagyon álhatatosnak kell lenni, amivel szerintem nincs gond, tehát én szeretek így dolgozni, és én szerintem soha senkit nem fogok megkérni arra, hogy iratkozzanak fel. Hát ugye most van 499 feliratkozó, ők saját maguktól iratkoztak fel, megmondom őszintén, hogy azt sem tudom, hogy az én csatornámra igazából hogyan kell feliratkozni, mert ahogyan mondtam, nem érdekel. Ha szeretnél, akkor ezt tedd meg, vagy ha szeretnéd, ha meg nem, nem. Ha akarod, hallgass meg az előadásokat, ha nem akarod, ne hallgass meg, menj tovább. Tehát nem muszáj itt lenni, nem muszáj lájkolni, nem muszáj feliratkozni, semmit nem muszáj itt csinálni. Én ezeket elkészítem, feltöltöm, aztán lesz velük valami. Persze szeretnék jót adni, szeretnék csodálatos energiákat működtetni, szeretnék egyfajta szellemi közösséget alkotni, de szerintem ez a közösség megalakult, mivel nagyon-nagyon sok lélek csatlakozik, és csatlakozott ide. Nem mellesleg, ugye több száz emberrel kommunikáltam az elmúlt nem tudom én hány év alatt. Tehát igen, valamilyen szempontból ez a közösség megszületett, de ennek így is kell működnie, sehogyan, máshogyan. Mert ennek ez a lényegisége, hogy így kapcsolódjunk össze, de ahogyan mondtam, nem muszáj. Én ezeket az energiákat megmozgatom, átadom, és remélem, hogy tudnak formálni pozitív irányba, hiszen ez a cél, hogy megváltozunk és jóvá érjünk. Én ezért dolgozom, és azért, hogy felmutassak egy másik fajta alternatívát, hogy így is lehet dolgozni, így is lehet egy csatornát működtetni, nem muszáj ahhoz celebbé válni, meg önmutogatással élni, meg rimánkodni állandóan, hogy te iratkozz fel, nem muszáj nyomulni. Tehát igen, én ezt látom, hogy a mai emberek, nem mondom azt, hogy a többsége, vagy a mai alkotók többsége, de szerintem mondhatom, nyomulnak, állandóan nyomulnak. Minek? Miért? Nem értem. Számomra ez nagyon visszataszító, és pont az ellenkezőjét érik el annak, amit ők szeretnének elérni. Hát ugye erre mondtam azt, hogy már nagyon sok ilyen akaratos ember van jelen, és állandóan beletolják a képüket, az arcukat mások életébe. Hát mondjuk az enyémben már nem. Az én életemben most már egyetlen egy ilyen művész, úgymond él, vagy igen, az ő szellemisége, akivel nagyon-nagyon sokat foglalkozom, és az ő fotóit nagyon szívesen megnézem, és ugye kutatom az ő felvételeit, filmjeit, ő pedig nem más, mint Latinovics Zoltán, ugye, akiről én nagyon sokat szoktam beszélni. És megmondom őszintén, hogy a maiak közül engem nem érdekel senki, mert ahogyan mondtam, sajnos nagyon-nagyon sok olyan előadót látok, vagy olyan alkotót, aki nagyon nyomulós, és nem érzem azt, hogy ők alázattal működnének, hanem csak azért, hogy nekik legyen jó, hogy saját magukat fényezzék, hogy egyre több profitot szerezzenek, de hát ők ezt el is mondják, tehát nem titkolják. Oké, dolgozzanak így, pont. Én egy teljesen másfajta világot és attitűdöt képviselek, úgyhogy én megtalálom azokat, akik hasonlóan gondolkodnak és éreznek, és a filmjeim is ilyen emberekről fognak szólni, olyanokról, akik alázatosak, és semmiképpen sem önmutogatók. Úgyhogy itt van előttem a statisztikai adat. Ja igen, és az nagyon fontos, ezt szeretném elmondani. Tehát van 710 videó most fent a csatornámon. És ahogyan mondtam, ha belépek a rendszerbe, akkor látom azt, hogy kik azok, akik lájkolták ezeket az előadásokat, illetve hát név szerint nem látom, csak hogy egy-egy adás kapcsán hány like érkezett. Hát bocsánat, hogy így mondom, de máshogyan nem tudom mondani. De ahogyan mondtam, engem ez annyira nem érdekel, de kíváncsiságból tegnap végignéztem ezeket a feltöltéseket. Ezek ugye nem látszanak nyilvánosan, hogy hány like vagy dislike érkezik, de tegnap megnéztem a belső rendszerben, és fantasztikus, csodálatos, mert a 710 videó közül maximum 10-nél volt egy-egy like. Dislike, bocsánat, igen, egy-egy dislike. Az összes többinél, hát általában mindegyikre érkezett azért néhány tetszik, visszajelzés. Vannak olyan videók, amelyeknél nagyon sok, sokkal több, viszont dislike alig. Úgyhogy tök jó, mert igazából azt látom, hogy akkor szeretik ezeket az előadásokat, mert 710-ből, ha mondjuk csak 10-nél volt egy-egy ilyen dislike, az szerintem nem sok, ugye? Egyébként sokszor én azt érzem ezekben a dislike-okban, hogy nagyon sok ember irigy. Irigy a másik munkájára, alkotására, és ezzel akarják romba dönteni, például az itteni munkát, amit ugye nem tudnak, hogy mondjuk oda nyom egy dislike-ot. Neki az csak egy gombnyomás, de mondjuk ahhoz, hogy én létrehozzam ezt a magazint, és működtessem, nekem mondjuk 20 évig kellett tanulnom, és rengeteg-rengeteg áldozatot hozni. Neki ez egy másodperc, nekem 20 év. Szóval össze lehet hasonlítani akkor azt, hogy ki milyen gondolatisággal van jelen, de ahogyan mondtam, én tök örültem annak, még akár ezeknek a dislike-oknak is, mert azt láttam, hogy nagyon-nagyon kevés van. Tényleg. Nagyon kevés. Úgyhogy azt is mondhatnám, hogy a 710 előadásból minimum 700, nagyon tetszik a hallgatóknak, mert ezeknél nem volt egyetlen egy nem tetszik visszajelzés sem. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó kis adat, vagy összesítés, vagy visszajelzés. Van egy előadás, illetve felvétel, aminél tudtam azt, hogy lesz minimum egy ilyen dislike, ez pedig nem más, mint aminek az a címe, hogy bocsássunk meg az árulóknak, és itt ugye arról beszélek, hogy voltak olyanok, akik elárultak, és a magánlevelezésemet kiadták egy harmadik félnek. Na most ugye ennek az a címe, hogy bocsássunk meg nekik, és erről is beszéltem, hogy igen. Tehát nélkülük is tudtunk működni. Tudom, hogy mit akartak elérni ezek az emberek, de főleg egy vagy kettő, akikről ugye beszéltem név nélkül, hát nem jött össze, mert felépítettem ezt a magazint, és folyamatosan dolgozom. Na és ugye erre az előadásra érkezett egy dislike, de én azt gondolom, hogy azért, mert az, aki ezt nyomta, ő valószínű, hogy úgy gondolja, hogy ezeknek az embereknek nem lenne szabad megbocsájtani. Én viszont úgy vagyok vele, hogy sajnálom őket, sajnálom az ő szegénységüket, az érzelmi szegénységüket, mármint azokét, akik ilyen dolgokat tettek annó, ami már rég volt, elfelejtettük, és én szerintem azért kell megbocsájtani, bár nem könnyű, hogy az ember szabadon tudjon alkotni és dolgozni. Ha akkor leragadok ennél az ügynél, nem építem fel ezt a magazint, és nem tudok adni. Szerintem nagyon fontos, hogy az ember adjon, áramoltasson, adakozzon, így is lehet adakozni. Én ilyen szellemi adakozó vagyok, vagy lelki adakozó. Lélekadományokat adok át. Fú, ez egy nagyon jó megfogalmazás, lélekadomány. Lehet, hogy ez lesz a mai adás címe, hogy lélekadományok. Ez nagyon szép, ugye? Nekem ez nagyon tetszik. Igen, közben sajnos van úgy, hogy elmegy a hangom, de többször van úgy, hogy végig beszélek egy órát, megállás nélkül, úgyhogy nem iszom egy korty vizet sem. És nem bakizok. Vagy csak nagyon ritkán. De van olyan adás, ami kapcsán nagyon sokszor bakiztam, és akkor ugye rengeteget kell vágni, nagyon-nagyon sokat. Hát igen, az nehezebb feladat. De mindegy, az a lényeg, hogy mindig megoldom ezeket az ügyeket, és ezek az adások mindig időben kikerülnek az internetre. Tehát a kinti statisztika alapján az összes videónak 71.230 megtekintése van. Viszont, hogyha bemegyek a belső rendszerbe, akkor ott azt írják, hogy a megtekintések száma 74.801. Hát ez egy picivel több, szóval nem értem. A nézési idő órában 12.260,7 óra. Az nagyon sok, rengeteg, és akkor van itt egy ilyen, hogy megjelenítések, 1.142.521. Na most, hogyha ide erre most nem tudok rámenni, hogy ez pontosan mit jelent, de valami olyasmit jelent, hogy hányszor jelentek meg a YouTube felületen a MÉDA előadások. Hát gondolom, hogy ezek a fejlécek, ajánlók, tehát 1.142.521-szer, az is nagyon sok. Hát igen, ezt igazából nem is gondoltam volna, de számomra az a nagyon érdekes, hogy miért van az, hogy a benti rendszer vagy statisztikai felmérés azt mutatja, hogy 74.801 megtekintés van, a kinti itt, hogyha rámegyünk a névjegyre, azt mutatja, hogy 71.230. Miért ennyivel kevesebb? Nem értem. Na mindegy, ne foglalkozzunk vele, teljesen mindegy, ahogyan mondtam. Nem ez a lényeg, és akkor itt van, hogy egy-egy videót ugye hányan tekintettek meg. A legtöbbben az Ikerlelkek egymásban élnek című anyagot 7860-an eddig. Igen. Hát az is sok szerintem. Egyébként az ikerlelkes anyagokat szeretik a legjobban. Bár mostanában én már annyira nem foglalkozom ezzel a témával, szerintem amennyire lehetett, én ezt kimerítettem. Ugye írtam egy e-könyvet is erről a témáról, valamint hát kb. 20-30 előadásom biztos, hogy kizárólag erről a területről szól. Most ugye inkább többet foglalkozom a magyar filmekkel újra, illetve Latinovics Zoltán szellemiségével, és hát a parapszichológiai rajzos adásokkal, amiket ugye nagyon szeretek készíteni, de egyébként a hallgatók, nézők is szeretik őket. Ez egy teljesen újfajta műfaj szerintem, ezek a rajzos adások. Szerintem belőlük is van most már 50 vagy 60 ilyen felvétel, és hát amivel ugye én még nagyon sokat foglalkozom, az egyetemes rend, az isteni minta, és az, hogy hogyan kell jelen lenni a Földön, illetve az aranykori előadások is ugye, hát elég népszerűek, és abból is van már egy sorozat. Hát nagyon-nagyon sok témával foglalkozom, azt is mondhatnám, hogy 700 féle témával, és most már tényleg minden nap készül egy-egy felvétel. Csodálatos ezeket végignézni, fantasztikus, nem is gondoltam volna, hogy ilyen sok lesz. Én azt hittem, hogy 400-nál megállok, de most már lassan a 700. felvétel felé közelítek. De ahogyan mondtam, 710 videó van, tehát itt azért vannak korábbi interjúk is, és ugye annak idején még csak a cikkeimet olvasgattam föl, aztán pedig elkezdtem önállóan, élőben beszélni a saját témáimról, gondolataimról. Úgyhogy igen, 4,5 év alatt ilyen nagyon sok felvétel született, és még meg annyi ötletem van, hát kíváncsi vagyok arra, hogy még mennyi előadás születik, bár ahogyan mondtam, én most már filmeket szeretnék forgatni, nagyon-nagyon jó lenne, rengeteg ötletem van, hát így dőlnek ki belőlem. És azt nem tudom, hogy egy ember hány videót tölthet fel a csatornájára. Hogy esetleg van-e korlát, de szerintem nincs, nem tudom. Tehát, ha elérem mondjuk a 700 előadást, akkor még vajon mennyi fér el erre a csatornára? Hát lehet, hogy majd egyszer kell csinálni egy másikat, nem tudom. Fogalmam sincs. Azt tudom, hogy a honlapokat igen hamar beterítettem. Ugye 12 évvel ezelőtt kezdtem el a Damai nevű honlapra feltölteni a saját cikkeimet, írásaimat. 12 évvel ezelőtt, igen. Na most 12 év alatt lett 6 honlap, és mindegyik tele van. Tehát nem nagyon tudok már szinte plusz dolgokat feltölteni. Hát ezért hoztam létre 6-ot, hogy ezeket a tartalmakat el tudjam helyezni, mivel ott véges a tárhely, illetve lehetne vásárolni, de hát én erre külön nem akarok pénzt áldozni, hanem inkább létrehoztam újakat. És akkor így van 6 most összesen. Emellett ugye vannak Facebookos oldalak, több. Hát, ha jól tudom, akkor 4, körülbelül igen. Aztán ugye több csoportban is ott vagyunk, meg nem is tudom még, hogy mik vannak, sok minden. Tehát ezeket folyamatosan felügyelni kell. A központi ellenőrzések mindig zajlanak, aminek én örülök, de szerencsére is lekopogom. Nálam nem szoktak semmilyen problémát találni, mivel hogy én tényleg valóban 100%-osan a saját előadásaimat, alkotásaimat, fotóimat, gondolataimat közlöm. Ha véletlenül néha idézek valahonnan, de én nem nagyon szoktam, hát maximum 1-2%-ban, akkor forrás megjelöléssel teszem ezt. Összeakad a nyelvem, picit fáradt vagyok, ennyi felvétel után, szóval nagyon kemény. Fú, hát igen, ennyit beszélni nem semmi. Tehát szerencsére, mivel ez teljesen saját projekt, ezért nincs gond az ellenőrzésnél. Hát remélem, hogy nem is lesz, de ahogyan mondtam, hát a fotókat is én készítem, a fejléceket is, az adásokat is, a gondolatok pedig teljesen 100%-osan MÉDA önvalójából származnak, úgyhogy igen, saját tapasztalatok által, felmérések által, kutatások által. Hát ezért ez a hosszú bejárt út, hogy legyen miről beszélni, hiszen kb. 20 éve tanulok és járok ezen az úton, ami csodálatos, és ez alatt az út alatt nagyon-nagyon sok információt, ismeretet lehetett ugye felvenni, és én ugye ezeket nem csak fölvettem, hanem átéltem, elmondtam, átadtam. Hát én szerintem így érdemes működni. Én egy ilyen jelenségbe szívesebben fektetek energiát, mint abba, hogy állandóan önmutogatással éljek, és azzal foglalkozzam, hogy hogyan nézek ki a képernyőn. Annak idején ugye én televíziós műsorvezető és bemondó voltam, és akkor igen, sokat kellett azzal foglalkozni, hogy az ember hogyan jelenik meg a képernyőn. Akkor rengeteget edzettem, hát sajnos most nem, de ez nagyon látszik is rajtam. El kellett járnom ugye fodrászhoz, kozmetikushoz, voltak ilyen öltöztetők, tehát voltak különféle butikok, akik támogattak, és hát ugye hát a műsorvezetőnek meg kellett valahogyan jelenni, tehát ruhákat kellett vásárolni, vagy kölcsönözni, akkor ugye jött a sminkes, és akkor mindig kisminkeltek felvétel előtt, illetve nem mindenhol, valahol én sminkeltem ki saját magamat, hát most már egyáltalán nem szoktam ilyet csinálni. Tehát nagyon oda kellett figyelni arra, hogy az ember hogyan jelenik meg a képernyőn, és persze, hát kaptam adott szövegeket, amelyeket el kellett mondani. Nem mindig kész szöveggel dolgoztunk, de a híradóknál igen. A saját műsoraimban helyjel közzel azt mondhattam, amit szerettem volna, bár azért abba is nagyon sokszor beleszóltak, most viszont nem. Tehát én úgy dolgozom 12 éve, hogy ezekbe a gondolatiságokba nem szólnak bele, és az előadásokat is így hozom létre. Nincs időkorlát, nem mondják meg azt, hogy miről beszéljek. Ezeket a témákat én találom ki, minden témát. A címeket, mindent. Tehát ez tényleg valóban 100%-osan MÉDA projekt. És ez fantasztikus, mert ilyen szabadságban élni és alkotni, hát ez szerintem a legnagyobb boldogság. Talán mondhatjuk ezt, igen, nagyon jó így lenni. Nagyon sokszor hallgatok zenét a felvételek előtt és után, és miközben töltöm fel az anyagokat, ugye én általában jazzt hallgatok, de nagyon szeretem a népzenét, a funkit például, és sorolhatnék még több csodálatos műfajt. Az a lényeg, hogy mindig igaz zenékkel, energiákkal, gondolatokkal találkozzak, és majdnem minden nap megnézek egy régi magyar filmet, alkotást. Én így töltekezem, így működöm, így alkotok, és egyre kevesebb időt fordítok arra, hogy saját magamat megjelenítsem, az a lényeg, hogy a gondolatok éljenek. Tehát már nem készítek saját magamról fotókat, mert rájöttem arra, hogy ennek semmi értelme. Én nem saját magamat szeretném mutogatni, nem gondolom azt, hogy az embereknek erre lenne szükségük, hanem a pozitív gondolatokra, és arra, hogy értékes anyagokat jelenítsünk meg. Igen, nagyon fontos lenne az érték visszaállítása a médiában, én ezért dolgozom, ezért küzdök, és azt hiszem, hogy a filmjeimmel még inkább meg tudnám ezt mutatni. Szerintem az én filmjeimet nagyon szeretnék a nézők, úgy, ahogyan annak idején is nagyon szerették a filmjeimet és a műsoraimat. Nagyon-nagyon sok riportfilmet készítettem. Én mindig az emberséget mutatom fel, az alázatot, a szépséget, a józanságot, a szeretetet, és így szeretnék működni a továbbiakban is. És igazából lehet, hogy teljesen mindegy az, hogy hányan követnek. Tehát, ahogyan mondtam, én nem a számokért, az adatokért dolgozom, hanem azért, hogy ezek az energiák működjenek, és úgy érzem, hogy az elmúlt 12 év alatt ezen energiák segítségével sikerült felépíteni egy bázist. Én ezt érzem, nagyon szilárdan. Tehát van itt egy szellemi bázis, oázis, hát lehet, hogy ez jobb szó, ami fent van, él, működik, amiből lehet meríteni, és aki szeretne, csatlakozik, aki nem, megy tovább. Itt nincs kötelező dolog. Itt szabadság van mindenféle szempontból, én is nagyon szabadon alkotok, és mindenkinek meghagyom a maga szabadságát, hogy úgy döntsön, ahogyan szeretne. Szerintem mindenhol így kellene működni. És mindenkinek így kellene gondolkodni, hagyjuk békén egymást, ami egyenlő a szeretettel, adjunk önzetlenül, tisztelettel, szeressük az életet, a vanságot, és engedjük meg az önvaló szabadságát, engedjük meg azt, hogy mindenki úgy érezzen, ahogyan szeretne. Hát az én programom erről szól, 12 éve, de azt gondolom, hogy gyerekkorom óta így dolgozom. A színpadokon, aztán az újságoknál, a televíziókban, szerkesztőségekben, stúdiókban nagyon-nagyon nagy tárház van mögöttem, rengeteg alkotást készítettem. Nagyon sajnálom, hogy a riportfilmeket nem lehet megtalálni az interneten, illetve vannak fönt, de például a portrék nincsenek, nagyon-nagyon sok művésszel dolgoztam, és készítettem róluk portréfilmeket. Hát ahogyan mondtam, sajnos akkor még ezeket a műsorokat nem töltötték fel az internetre, a különféle televíziók. Nagyon jó lenne őket valahogyan megszerezni és feltölteni, bár ugye tudom azt, hogy a szerzői jogok miatt nem lehet. Így hát csak mesélni tudok ezekről a tapasztalatokról és élményekről. De nagyon-nagyon hiszek abban, hogy el tudok kezdeni majd egyszer végre forgatni, és akkor ezeket az érzéseket a filmek által is át tudom nyújtani, illetve azon csodálatos személyek és jelenségek által, amelyek és akik működnek, és akiket igenis érdemes bemutatni. Mert higgyétek el, hogy nagyon sokan vannak, akik alázatosan működnek, és ők nagyon hiányoznak szerintem a mai magyar médiából. Számomra is nagyon hiányzik már ez a munka, de remélem, hogy egyszer ezeket a terveket is sikerül megvalósítani, és lehet, hogy ugyanilyen sok riportfilmem lesz, mint ahány előadás. Hát dolgozni kell és cselekedni, ennyi a lényeg, azt hiszem. Az, hogy az ember álhatatos legyen, és semmi ne szegje kedvét. De ahogyan mondtam, szerencsére az én előadásaim kapcsán igazából nincsenek diszlájkok. És szerencsére most már békén hagynak, tehát alkothatok. Nagyon jó eme millióban lenni és létezni. Nagyon jó így áramoltatni ezeket az energiákat, és nagyon jó hinni. Mert szerintem elsősorban ehhez a munkához, ehhez a fajta vállaláshoz hit kell. És én úgy gondolom, hogy eme forrásból, a hitből, másoknak is nagyon sok jutott az elmúlt időszakban.